Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm sok szeretettel a televízió nézőket, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ismét. Közeledik a rosszabb idő sajnos, a téli időszak. Ilyenkor a programok nagy része is inkább zárt térbe szorul. Mikkel készülnek? Hát bízom benne, hogy azért sokáig kedvez majd nekünk az időjárás, és minél több programot kint tudunk megvalósítani, de igen, készülünk most már olyan programokkal, amelyek inkább a zárt térben, fedett helyen valósulhatnak meg. Különböző színházi programokkal készülünk, érkezik, ha minden jól megy hozzánk, akkor a filharmonikai zenekar, filharmonikusok érkeznek hozzánk, akik koncertet adnak majd az iskola, illetve az óvoda tanulói részére, gyermekei részére, illetve készülünk november 24-én, és már is nézem a plakátját, hogy jól mondjam a dátumot. Igen, november 24-én este 7 órakor lesz nálunk a Puszták népe című színházi előadás. November végét említettük, karnyújtásnyira van a december, az adventi időszak, csak érintőlegesen mi várható? Készülünk az adventi időszakra, mind a 4 adventi gyertyagyújtás megszervezésre fog kerülni, de ennek a programja még most van kialakulóban, részleteket még erről nem tudok mondani, de minden hétvégén várni fogjuk a családokat valami kis programmal. Annyira ötletes, és sokszor beszéltünk erről, hogy már a tavalyi évben is, és idén is sok-sok családi napra került sor, nagy beruházások, fejlesztések környezetében. Milyen a visszajelzés egyébként a családok oldaláról, a sokrétű programokról a családi nap keretein belül? Hála jó Istennek, elmondhatjuk azt, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapunk, és a résztvevők létszámából arra következtetünk, hogy van is igény arra, hogy ilyen kis családi napszerű programokat szervezünk, ahol a gyermekek, illetve a szülők is ki tudnak kapcsolódni, hiszen igyekszünk kisebb területen megvalósítani ezeket a programokat, ahol nyugodt szívvel elengedhetik a szülők a gyermekeiket, és van egy kicsit lehetőségük a szülőknek is arra, hogy a kapcsolataikat ápolják, beszélgessenek, ők is egy picit feltöltődjenek ezeken a programokon, ne csak a gyermekek. A báli szezon következik hamarosan. Milyen módon van, és van-e egyáltalán lehetőség terembérlésre a Dérinében? Van lehetőség terembérlésre a Dérinében, illetve a sportcsarnokban vagy a Csokonai Könyvtárban egyaránt. Bár nagyon sok programunknak már le van fixálva az időpontja, de ettől függetlenül, ha bárki megkeres bennünket, igyekszünk olyan időpontot keresni, amely mindenki számára megfelelő, mind a Dériné Kulturális Központban is legyen üres terem, és aki oda jön hozzánk és szeretne termet bérelni, számára is megfelelő legyen. Most igen, elkezdődnek a szalagavatós időszakok októberben, ugye a Nagykun Református Gimnáziumnak lesz nálunk a szalagavatója, illetve a Varró István szakmunkási szakközépiskolának, tehát itt lesznek közöttünk a diákok, és készülünk már nagy erőkkel arra, hogy minél színvonalasabb helyszínen tudják megvalósítani a programjukat. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt erről a színes program kínálatról, amely előttünk áll. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a meghívást.